Péter jelentem, vendégem van. Főpolgármester urat elkaptuk itt az udvaron. Valamennyi rendezvényen ott volt. Én láttam a fesztivál zenekarnál, láttam a Óbudai hajógyári szigeten, biztos ott volt a Jamborin is. Nem voltam ott természetesen valamennyi rendezvény, ez teljesen lehetetlen. Délután Kissinger urat kísértem el a várba, és néhány más helyszínre is, és hát vele töltöttem a délután. Egyébként este a Tabánban bemutattam Frank Zappát, aki természetesen nem kellett igazán bemutatni, mert egy igazi, egy élő hagyománya, a legnagyobb sztár. Hogy sikerült rávenni egyáltalán, hogy játszon? Mit mondott neki, mi volt az ultima ráció, az utolsó érv, hogy hát ha már Prágában is föllép, akkor itt is kell? Ez nagyon érdekes volt, eleve ő hívott meg engem Los Angelesben. Tehát a kezdeményezés az, hogy ő szeretne eljönni Budapestre, és szívesen hát segítene nekünk, ez tőle indult. És most itt is könnyű volt tulajdonképpen rábeszélni arra, hogy játszon el legalább egy számot, amiből végül is kettő lett, aminek nagyon örültem, és azt hiszem, hogy valami hallatlan öröm volt látni azt, hogy a közönség az mennyire boldog, és egyszerűen először találkozott Zappával itt Budapesten. Ahhoz mit szól, én itt tettem egy ilyen egymondatos megjegyzést, hogy azt szokták mondani, hogy az emberek Budapesten is, és az országban is általában közömbösek, sok minden nem érdekli őket. Nem tudom, hogy látta-e, hogy itt hány ember van ezen a téren, legalább 100 000 azt mondták, és én azt kockáztattam meg, azt a megjegyzést, hogy nem valószínű, hogy ez csak a Hungária zenekarnak és a, hogy mondjam, a mulatságnak szól, hanem talán mégis az oroszok kivonulásának szól ez az ünneplés. Maga hogy látta ezt egész nap? Az ünnepnek is szól, természetesen a Mikszáth Kálmán téren világzene van, fekete együttesek játszanak, ami szintén egy nagyon-nagyon nagy élmény. A Vörösmarty téren a fesztiválzenekar játszott délután. Az egész színe sok hangon szól tulajdonképpen a szabadság hangja. És ez a legcsodálatosabb. Én azt hiszem, hogy itt most már nem beszédekre van szükség, és nem politikai üzenetekre. A legtöbb, amit elmondhattunk, az ez a sokszínű szólamon hangzott el, és én nagyon örülök, hogy ez így sikerült, és hát remélem, hogy értik az emberek, hogy történt valami. Történt valami most ebben az évben, június 30-án Magyarországon. Köszönöm szépen, és ne is tartsuk föl tovább az embereket, tudnilik én, mert egy órája ígérgetem Frank Zappát a tabáni jazzrock jamboriról. Most az következik, előtte azonban hallgassunk meg még egy 5 perc erejéig egy ott föllépő együttest, és utána Frank Zappa következik. Bemutatok valakit, akit nem kell már bemutatni. Frank Zappát, a búcsú díszvendégét. I would like to thank Mayor Dembski for inviting me to Budapest. Szeretném megköszönni a meghívást Budapestre. I am very happy to be here and to have a chance to play with my gypsy friends. Boldog vagyok, hogy a cigány zenész barátaimmal együtt elénekelhetünk egy dalt. Thank you.
menni, egy kis marcipán. Tudnék, amikor befejeztük a beszélgetést Demszky Gáborral az idén, akkor az imént azt mondta, hogy behozza. Mondtam, hogy igen, csak az én angolom olyan gyönge, hogy akkor segítsen nekem fordítani. Kedves Cappa, hogy érezte magát a Tabánban ezen a hangversenyen? How did you feel yourself today in the Tabán? This is the most exciting day of the festival for me. Számomra ez a legcsodálatosabb napja ennek a fesztiválnak, ennek az ünnepnek. Mit szól ahhoz az ötlethez, hogy Budapesten zenei eseményekkel ünnepelték meg az oroszok kivonulását? How do you like the idea that in Budapest we celebrated the day of the withdrawal of the Soviet troops with music, especially with music? I think that it's the best way to do it because there should not be hatred between the two countries. Én azt gondolom, hogy ez jó ötlet volt, mert nem szabad, hogy bármilyen gyűlölet legyen a két ország között. Hogy érezte magát általában Magyarországon, és miért vonzódik a kelet-európai országokhoz? Mert azt hallottuk, hogy figyelemmel kíséri az itteni eseményeket. How did you feel yourself in Hungary, and why are you so much interested in this region toward the East European questions? That's a complicated question. I'll try to give you a short, easy answer. Ez egy elég bonyolult kérdés, megpróbálok egy rövid választ adni. I'm interested in the region because I like the people. Engem azért érdekel ez a régió, mert az embereket szeretem. And after this first visit to Hungary, I know I'll be coming back. És ezután az első látogatás után Magyarországon biztos vagyok benne, hogy vissza fogok még jönni. Hogy érezte magát, amikor zenélnie kellett idegen zenészekkel? Gondolom, ez nem szokatlan általában, de magyar zenészekkel talán most játszott először. How did you feel yourself when you had to play with musicians whom you don't know and who are foreigners? But maybe it was not the first time when you had to do that. I feel very comfortable playing with gypsy people. Én nagyon-nagyon jól érzem magam, amikor például cigány zenészekkel kell játszanom. I like this gypsy band. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a cigány zenészeket, azokat, akikkel ma délután játszottam. This was a unique experience because I had only met them last night. Ez egy különleges élmény volt a számomra, mert tegnap éjszaka találkoztam velük először. And the first time I tried to play with them was this morning. Az első alkalom, amikor egyáltalán megpróbáltam együtt játszani velük, az ma reggel volt. We played one song in the morning for practice. Egy számot eljátszottunk, hogy gyakoroljunk. And then when I went on stage tonight, we played something completely different. És amikor persze este fölmentünk a színpadra, akkor valami egészen mást játszottunk el. So the first song we played tonight was like a little march for the soldiers to go home. Az első dal, amit eljátszottunk, az valami olyasmi volt, mint egy induló a katonáknak, akik éppen most hazavonulnak. And the second song we played was a lullaby for them to go to sleep. What was it? The second song we played was like a lullaby, you know. A második pedig olyan volt, mint egy altató a számukra, egy altató dal. Ennek mi volt a jelentése, hogy éppen egy altatót játszottak? What was the reason why you played the second song? I thought that the audience wanted to hear it. Csak azért, mert azt gondoltam, hogy ezt akarják hallani az emberek. Meddig marad Magyarországon? Van-e még valamilyen programja? How long do you stay in Hungary? Do you have any other program yet? No, I leave tomorrow. And holnap el. Jól érezte magát itt nálunk? Did you feel well yourself here? Do I feel well? I'm very happy. Mert nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen, hogy ilyen későn, éjfél után még vállalkozott erre az interjúra. Adna a TV2-nek egy autogramot, egy aláírást? He wants to say thank you for you because of your interview and he's asking you for some signature. All of these? No, only for one people. Köszönöm szépen, thank you very much. Thank you. Bye. Köszönöm szépen a fordítást. Kedves nézőink, mi pedig kapcsoljuk ki a Hungáriára, nézzük meg, hogy milyen hangulat az utcabálon.
látogatását, jelenlétét ezen a búcsú koncerten Budapesten. Amikor Dembski főpolgármester úr Los Angelesbe járt, találkoztunk és sokat beszélgettünk Magyarországról. Az itteni gazdasági és politikai helyzetről. Én akkor arra gondoltam, szívesen megnézném mindezt a saját szememmel. Tehát eljöttem. Ekkor találkoztak először? Igen, Los Angelesben. Milyen mélyen érdeklődik a politika iránt? Hiszen ez a mostani végül is inkább politikai, mint zenei jellegű látogatás. Most éppen komolyan fontolgatom, hogy indulok a következő elnök választáson az USA-ban. Hiszen valóban? Igen. Talán ez megmagyaráz valamit, ami önnel kapcsolatban engem meglepett. Hogy az utóbbi időben, a különböző interjújaiban, nyilatkozataiban sokkal többet beszél mindenféle más témáról, mint éppen a zenéről. Inkább beszél például az oktatásról, vagy az öbölháborúról. Az a gond, hogy akik a zenéről akarnak kérdezni, nagyon gyakran nem is ismerik a zenémet. Sose hallották a lemezeimet, és így aztán inkább másról beszélünk. Többet beszélne a zenéről, ha arról kérdeznék? Igen, én szívesen beszélek minden témáról. Csak azokat kerülöm, amelyekről nem sokat tudok, mint például a kertészkedés vagy a főzés. De a zenéről, politikáról mindig szívesen beszélgetek. Az Igazi Cappa című könyv címlapján lévő fotó az eddigiektől eltérő arcát mutatja. Ott egy rövidre nyírt hajú, zakós, nyakkendős férfi látható, és nem ez a színpadról megismert hosszú hajú Cappa, aki a Mothers of Invention együttessel az évek során igen sok meghökkentő, sokkoló dolgot művelt a színpadon. Ez vajon egy gondosan kitervelt, jól felépített imázs része, vagy maga tényleg szereti sokkolni az embereket? Nem hiszem, hogy amit a színpadon csinálok, az sokkolná az embereket. Állítólag a Mothers of Invention sokkolta az embereket. Nos, én ezt sohasem tapasztaltam, pedig én tényleg ott voltam az összes koncerten. Legtöbb néző inkább jól szórakozott, mint sem meghökkent volna. Mi sohasem azért mentünk fel a színpadra, hogy valami nagy balhét csináljuk. Talán mert akik elmentek a koncertjeikre, azt kapták, amit vártak. Szerintem a sajtó felfújta az ilyesmit. Szívesen híreztelik, hogy valaki balhékat csinál. Én konkrétan például a híres színpadi zsiráfjára gondolok, amelyiknek a hátsó feléből valamilyen krémszerű dolog csurdogált. Vagy a plakát, a hírhet plakát. Nem bánja, hogy önre gondolva sok embernek ma is az a plakát, a kép vagy fotó jut eszébe, amelyiken maga... Amelyiken a vécén ülök. Igen. Szerintem ez a fotó nagyon is jó, mert végül is csak olyasmit ábrázol, amit mindenki csinál. De aki ezen felháborodik, az csak ellenőrize nyugodtan a saját testműködését. Tehát most sem tagadja meg ezt a fotót? Nem. Azután sem, hogy most változtak a tervei? A koncertjére vajon ma is ez a vadság és harsányság jellemző, mint a korábbiakra, a 60-as években ide? A legtöbb vad és nyers számot, amelyekre ön utal, a 60-as években vettük fel. Hát azóta a világ megváltozott, és vele változott a zeném és a zenekar is. Szóval már nem az az enfant terrible, ami valaha volt. Már nem a rockfene gyereke, hiszen már igazán nem gyerek. És 50 évesen már alig, ha lehetek gyerek. És 20, illetve 25 éve zenei múltal, ami alatt ki tudja, hogy hány fellépése volt. Vagy talán ön pontosan tudja a számát? Több ezer. Igaz, hogy ez alatt az idő alatt több mint 800 lemezt adott ki? 800? Nem. A számok a következők. 25 év alatt 52 lemezt adtam ki. De ezek valóban az én lemezeim. A kalóz kiadók viszont 400 Cappa lemezt jelentettek meg ez alatt az idő alatt. Amelyekhez önnek semmi köze? Semmi közem ezekhez. És haragszik ezért, ez egy fájó pontja, ugye? Igen. Ön a féle kultikus személyiség volt éveken át. Ha valakit a vécén ülve örökítenek meg, mi más is lehetne? Ha maga is kultikus személyiség akar lenni, csak készítessen magáról egy ilyen fényképet. Nem, köszönöm. Élvezi ezt a helyzetet? Mármint nem a vécén ülésre gondolok, hanem hogy kultikus személy. Hát, lehetne rosszabb is. Mit gondol, összesen hány rajongója van? Fogalmam sincs. Nem tudom. Nem sok. Akart valaha is ilyen kultikus személy lenni? Nem. Őszintén? Őszintén. És mi akart lenni? Zeneszerző.
Elsősorban zeneszerzőnek tartja magát ma is, ugye? Igen. Önnek van egy önéletrajzi könyve, az igazi Frank Zappa címmel. Ezt azért írtam, mert idézem, ostoba könyvek sokassága jelent meg rólam számos nyelven. Tényleg ilyen sok hamis legenda kering magáról? Igen. Az ostoba könyv ugyanis úgy készül, hogy egy fickó különböző helyekről összegyűjt egy csomó fényképet, aztán összegyűjt egy csomó újságcikket, amiket olyanok írtak, akik általában nem is beszéltek velem, sőt, egyáltalán nem is ismernek. Az egészet aztán egy nagy kupacba rakja és ráírja a nevemet. Aztán jó nagy haszonnal eladja a könyvet, tele ostobaságokkal. Ráadásul sok nyelven is megjelenik. Nem izgalmas az embernek magáról ilyen kitalált történeteket olvasni? Biztos izgalmas. Én nem találom olyan izgalmasnak, mert rengeteg időmet elrabolja. Ugye az interjúmban megmagyarázzam, hogy ami ezekben szerepel, az mind nem igaz. A 60-as évekbeli koncertjei alapján nem gondolná az ember, hogy ennyire törődik azzal, hogy mit gondol magáról a világ? Engem nem zavar, ha valaki utál. Ezt minden művésznek el kell viselnie. De vannak olyan ostoba dolgok, amelyek egyszerűen nem igazak. És én nem akarom az életem hátralévő részét magyarázkodással tölteni. Nem, ez nem így volt, nem, ez nem igaz. Ki hát az igazi Frank Zappa? Elsősorban, mint mondta, zeneszerző, igaz? Egy legenda, aki az iskolából kimaradt, de akiről Kaliforniában középiskolát akartak elnevezni. Három gyerek apja. Négy. Vagyis négy. Tehát? Azt hiszem ennyi. Még mi lehetne egyetlen ember? És jövendőbeli politikus? Ha úgy döntök, hogy indulok a választásokon. Miért akar az Egyesült Államok elnöke lenni? Mert szerintem George Bush nagyon rosszul végzi a dolgát. Ronald Reagan is nagyon rosszul végezte a dolgát, és szerintem még négy év Bush-sal nem lenne túl jó. És biztos benne, hogy maga jobb lenne? Igen, garantálom, hogy jobb munkát végeznék. Ahogy a filmesek szokták mondani, ennyi. Önök a stúdió adását látták, a viszontlátásra egy hét múlva.